Sziasztok, Berni vagyok, és sok szeretettel köszöntelek titeket a Kis Állatjogsi YouTube csatornáján. A mai részben Marsiné dr. Kovács Ágnes arról fog nektek beszélni, hogy hogyan lehet a különböző fajokat egy háztartásban tartani. A rendelőnkben nagyon sokszor beszélgetünk a gazdikkal arról, hogy milyen körülmények között élnek az ő állatkáik, kikkel vannak együtt. Nagyon sok érdekes dolgot hallunk ilyenkor, a kígyóktól a cicák, kutyák, mindenféle állattal való együtttartással szembesülünk, amire sokszor még a gazdik büszkék is, hogy milyen jó, hogy a kutya, cica milyen jó kijön a hörcsöggel, csincsillával, stb. Na most egy picit meglepődnek, amikor mi azt nem örülünk neki, hanem sokkal inkább próbáljuk a veszélyekre felhívni a figyelmüket, hiszen nem is gondolnak arra, hogy ez mennyiféle problémát rejt magában. Itt arról van igazándiból szó, hogy egyrészt van egy nagy méretkülönbség. A néhány grammos vagy néhány száz grammos állatka él együtt a több kilós állattal, amikor egy véletlen rossz mozdulat akár egy halálos sebzést is jelenthet, akár azzal, hogy rálép, vagy az addig nagyon jól ellévő kutya nyuszi párosból, mondjuk a kutya egy csöngetésre hirtelen végigrohan a lakáson és letarolja a nyuszit, ami akár egy csonttöréshez is vezethet a nyuszinak a igen törékeny csontozatával. Azon túl a ketrecbe benyúlhat egy cica, megkarmolhatja, felsértheti az amúgy nagyon vékony bőrrel rendelkező hörcsögöt, csincsillát, és ezzel olyan baktériumokat juttathat a bőr alá, amik nagyon súlyos fertőzéseket okozhatnak. Azzal is számolnunk kell, hogy amikor ott van a gazdi, akkor rendesen viselkednek ezek az állatkák, viszont ha kitesszük a lábunkat a lakásból, könnyen lehet, hogy hirtelenjében már mindjárt elfelejtik a jó neveltséget, és sokkal erőteljesebben játszanak vele, vagy felugranak olyan helyre is, ahova nem is gondolnánk, és közelebbről megnézik a hörcsögünket mondjuk, ami szintén sok-sok veszélyt jelenthet. Kinyithatják a ketrecajtókat, kiszabadíthatják őket, és akkor már mindig a valamelyes biztonságot nyújtó ketrec adtavételem is megszűnik. Arra is érdemes azért úgy odafigyelni, vagy végig gondolni, hogy például a kutyák, cicák hogyan is játszanak. Állandóan birkóznak egymással, a vadászatnak a mozdulatait gyakorolják, és természetesen ezt nem folyamatosan csinálják, hanem időnként rájuk jön a játszhatnék, és akkor. Lehet, hogy békébe feküdtek hosszú időt, és akkor utána hirtelen elkezd birkózni mondjuk a csincsillával egy 8-10 kilós kutya, amit ugye el lehet gondolni, hogy milyen következményekkel járhat. Tehát tulajdonképpen ezt a játékos vadászatot átvihetik a társaként ott lévő bármilyen rágcsálóra. Na most a másik probléma az, hogyha ugyanabban a területen tartjuk, ugyanabban a szobában tartjuk őket, amikor kint vannak ezek a rágcsálóink, nyuszijaink, akkor könnyedén belehetnek a kutya által, cica által szétszórt eledelbe, vagy akár természetszerűleg ott eteti ülteket valaki, és rendszeresen rájár mondjuk a nyuszi megenni az ott lévő maradékokat, ami a bélflórának egy olyan eltolódását okozhatja, amit akár végzetes is lehet. Kutyák, macskák nagyon előszeretettel nyalogatják társaikat, és hogyha történetesen úgy néz ki, hogy például egy nyuszival ők egész jól el vannak, nagyon nem szerencsés, hogy a fülüket állandóan tisztogatják a nyuszinak, ezzel belemegy a nyál, belemegy a fertőzés, és egy vége láthatatlan fertőzés, vagy egy fülfertőzésnek, fülbetegségnek vagyunk akkor kitéve. Na most vannak ennél azért láthatatlanabb ellenségek, problémák is ebben a kapcsolatban. Nagyon sokféle baktérium él a kutyák, cicák nyálában, amivel, hogyha akár vizeletében, székletében, amivel fertőzhetik a állatokat, és sok esetben nem is azonnal derül ki ez a probléma, hanem könnyen lehet, hogy csak hordozóvá válnak, és amikor legyengül az immunrendszer, akkor jön elő, hogy tulajdonképpen milyen nagy is ez a baj. A másik láthatatlan probléma itt a stressz. Ezek az állatkák tünetrejtők. Ők nem mutatják sok esetben a valós érzelmeiket, így nagyon nehéz kiigazodni rajta, hogy valójában mit is éreznek akkor, amikor egy kutya vagy cica ott van mellettük.
Sokszor félre is értjük ezt a viselkedést, mert amikor a nyuszi kergeti a kutyát, csöppet se biztos, hogy csak ezt olyan jó játékosságnak, bulinak veszi, hanem könnyen lehet, hogy pont a területéről próbálnak kiűzni az ellenséget, ami eléggé viccesen néz ki, mikor a 40 kilós kutyát kergeti a nyuszi, de valójában a nyuszin se érzi jól magát, és ráadásul, ha egyszer véletlenül a kutya meggondolja magát és visszafordul, akkor már nagy baj van. Azon túl, hogyha ketrecben lévő állatra gondolunk, akkor, hogyha oda megy a ketrechez, ott látszólag ki akar jönni, de egy degú két lábra elvarázza a rácsot. Egyáltalán nem arról van szó, hogy ő ezt annyira ott akar lenni, hanem éppen a kolóniát, a családját védi sok esetben egy hímdegú, nem pedig boldogan oda akar rohanni a cica karjaiba. Hogyha egymással nem is kerülnek közvetlen kapcsolatba, hanem csak egy légtérben élnek, akkor is a számunkra érzékelhetetlen kis hanghatások, azon túl feromonok, olyan feszültséget tarthatnak fenn, ami egy hosszú távú stressz hatást jelentenek. Ez, amit a legnehezebb talán nekünk érzékelni belőle, de ez ugyanúgy, ahogy embernél is, hogyha hosszú ideig stressznek vagyunk kitéve, terhelődik a szervezet, rengeteg betegséget okozhat, ugyanígy van ez a rágcsálóknál, nyusziknál is. Érzik a szagokat, hallják a hangokat, egy idő után már látszólag ezzel ők nem foglalkoznak, de attól még ez megvan, és egy folyamatos teher számukra. Azon túl, amit ilyenkor végig kell gondolni, mikor itt abba spekulál valaki, hogy most összeszoktat kutyát, macskát valamilyen rágcsálóval, nyuszival, akkor arra is kell gondolni, hogy lesz egy első találkozás. Na most vajon azon az első találkozáson, vagy az első alkalmaknál egy cseppet se tudjuk kiszámítani, hogy mi lesz a reakció. Lehet, hogy ma az első találkozás végzetes. Ha meg netán még véletlenül még úgy látszik is, hogy nem is annyira haragszanak egymásra, már az első találkozásnál esetleg fertőzéseket átadhatnak egymásnak. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezek az állatkák egymástól külön élhessenek. Ez nem azt jelenti, hogy valaki ne tartson kutyát, macskát, kígyót, rágcsálókat, nyulakat egyszeriben, de azt viszont igenis jelenti, hogy ezeketnek amennyire lehet a nyugalmat biztosítani kell. Én itt két irányból közelíteném. Egyrészt, amikor tudatosan készülünk arra, hogy állatokkal akarjuk benépesíteni a lakásunkat, illetve amikor kényszerpályán vagyunk, hogy már van egy adott helyzet, amit meg kell oldanunk valahogy. A tudatos helyzet az persze mindig egyszerűbb. Új lakásba költöztünk, nagyobb helyünk lett, hurrá, jöhetnek az állatok. Hogyha még semmink nincs, akkor végig kell gondolni, hogy mi is az, amit komolyan szeretnénk tartani, és mire van lehetőségünk. Ebben az esetben én nagyon evidensnek érezném, hogy egyik helyiségben lehetnek rágcsálók, nyuszi, na nyuszinál azért a szobatartást, tehát a szabadtartást, azt azért eléggé alapnak érzem, hogy nagy területen mozoghasson. A másik lakrészekben lehet kutya, lehet macska, csak ne találkozzanak egymással, legyen egy csukható ajtó, és azon kívül akkor már csak arra az apróságra kell figyeljünk, hogy mielőtt bemegyünk nyuszizni vagy rágcsálózni, előtte egy kézmosás legyen meg, esetleg egy pólócsere, vagy fölvenni egy köppenyt, hogy ne vigyük be a kutyanyálat macskaszört. Na most ebben nagyon fontos, hogy a családtagok között egység legyen, illetve gondoljunk arra, hogy ki az, aki képes megoldani ezt a feladatot, ki nem. Most itt gondolva a kisgyerekre, akinek nem biztos, hogy még működik az az ajtó, becsukogatás. Mondjuk ott egy ringli megoldja a problémát, egy gyerek zár, hogy ne tudja akarva akaratlanul összeengedni a kutyát, macskát és egyebeket. De ezt tényleg az egész családnak meg kell ebbe állapodni, mert mindenkinek macerás egy ajtót csukogatni. De kell, hogy legyen akkor annyi a határozás mindenkibe, hogy ezt igenis csinálja meg. A nehezebb dolog, amikor kényszerpályán vagyunk, ez lehet egy örömteli kényszer, hogy például egy ifjú pár összeköltözik, egyiknek van tengeri malaca, a másiknak kutyája, hurrá, bementünk egy kisebb lakásba, oldjuk meg a problémát. A másik az, hogyha a szomorúbbak, megörökölt valaki egy kutyát, macskát, és egy rágcsálós házba be kell vinni, vagy akár fordítva. Tehát vannak olyan helyzetek, amit nem előre tervezünk, de helyt kell álljunk. Vagy esetleg kicsi a lakás, de mégis valami úton, módon mégsem hajlandó valaki lemondani arról, hogy többféle állatot tartson.
Na most itt is meg kell, amennyire lehet, itt már benne van a kompromisszum, és benne van az, hogy sokkal nehezebb megoldani ezt a feladatot, mint ha tudatosan készültünk. De azzal, hogyha apró lépéseket teszünk, az is már nagyobb nyugalmat adhat ezeknek az állatoknak. A kisebb ketrecbe lakókat föl lehet magasabbra tenni. Ezeket a ketreceket úgy elhelyezni, hogy két lábra se állva se érje el a kutyus, ne tudjon mellé ugrani egy cica, ne tudjon mellé ülni, ne tudja lerántani, ne tudjon rákapaszkodni. Ezt úgy elhelyezni, ezeket a ketreceket. És akkor az már önmagában valamiféle nyugalmat adhat, mondjuk egy hörcsögnek, hogyha magasabbra tettük. A nagyobb probléma az, hogyha akik nagy ketrecbe laknak, most csincsillák, deguk például, akiket nem helyezhetünk olyan magasra, mert hát már eleve a ketrec akkor, hogy a mennyezetig ér, ott be lehet vetni azt, hogy elkeríteni a ketrecet, elé tenni akár nyúlkarámmal, akár gyerekjárókából, bármiből megépíteni egy olyan kerítést elé, amivel nem tud a kutya a közelében. Macska ellen mondjuk ez nem sokat ér, de kutya ellen azért védelmet jelenthet, hogy legalább ne szagoljon be, ne tudjon benyúlni, ne legyen de le tudjon bemordulni, oda csapni, tehát hogy ne tudja kinyitni a ketrec ajtót, mert kutyának mondjuk kinyitni egy átlag ketrec ajtót nem olyan nagy probléma sok esetben. Arra vigyázni, hogy azok az árak, amik a ketreceken vannak, azok legyenek gyakorlatilag nyithatatlanok ezeknek az állatoknak. Ne egy kis elforgatható fadarabkát kelljen kezelniük, mert azt pikpak megtanulják, hogy azt hogyan is lehet. Ami még nagyon fontosnak érzek, hogy amik állatok ki vannak engedve futtatni, tulajdonképpen bármelyik rágcsálóra vagy nyuszira ez vonatkozhat, hogy ki engedi a gazdi sétálni. Akkor arra az időre igenis abból a helyiségből a cicát, kutyát kicsukni legalább addig. Van fürdőszoba, van vécé, van valamilyen előtér, bármi. Addig őt neki lehet vacsorát adni, lehet vele külön foglalkozni, még futkározik mondjuk a csincsilla a szobába. De ne legyenek egy légtérben, ne legyenek egy helyen lehetőség szerint. Tehát ilyen állatbeszerzéskor, állatvásárláskor azért tényleg végig kell gondoljuk azt, hogy mire van lehetőségünk. Mint a rendelőbe is próbáljuk legalább amennyire lehet elkülöníteni egymástól a nyuszikat, rágcsálókat, illetve a kutyát, macskát, külön folyosón várakozzanak, ne legyenek annyira együtt, ne stresszeljék az amúgy is ideges állatok egymást. Tehát erre gondolni kell, hogy igaz, hogy nagyon sokféle állatot szeret az ember, de állatkertet nem tarthatunk otthon, hogyha nincsen annyi helyünk, mint egy állatkertnek. Tehát kompromisszumot muszáj kössünk, mert az állatok érdekében ezt meg kell lépni mindenképpen.